Kecskemétváros híradója. Július 17-én pénteken önök a Pécs TV híradóját látják. Jó estét kívánok! Röviden néhány hír a mai híradó témái közül. Konferencia a természet és a kultúra összekapcsolásáért. Nem tapasztaltak visszaéléseket a kábítószer ellenőrzések során. Európa bajnok lett egy pécsi automodellező. A táj és az integrált regionális fejlesztés biztosításának feltételei a következő évezredben címmel egésznapos konferenciát rendeztek Pécsett az Euronatur kezdeményezésére. A német alapítvány a természet és a kultúra élő láncszemeinek összekapcsolását tűzte ki célul, így az ezredfordulóig tartó program a természetes mobilitás címet kapta. Egésznapos konferencián a megyék képviselői mellett a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, a Janus Pannonius Tudományegyetem és a Tudományos Akadémia is közreműködik. Területvásárlással, valamint természetvédelmi szervezetek, intézmények közvetlen támogatásával sikerült elérni az alapítványnak, hogy Magyarországon a Balatontól délre védett természeti értékek egész láncolata jöhessen létre. A természetes mobilitás akció keretében a kontinensen összesen 5 közös program fut. Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Magyarországon. A mai konferencián az ezredfordulóig tartó program lépéseit egyeztették, mely nélkülözhetetlen a fajok sokszínűségének, változatosságának fenntartásában. A konferenciát az Euronatur kifejezett kérésére rendezték meg Pécsett. Pécs ugye mint Pannoniának, ennek a Pannon régiónak a központja, elismert központja és elfogadott központja, nem csak hogy helyet ad, hanem van itt olyan szellemi potenciál, amivel nem másodhegedűsök vagyunk, hanem egyre inkább a prímet fogjuk vinni a dráva régiónak a védelmében, úgy a hivatásos oldalon, mint az önkéntes természetvédők oldalán is. A jövőben a MÁV nagyobb teret kíván, nagyobb részesedést kíván elérni a teherszállításban, különösen ami a belföldi forgalmat illeti, kímélve ezzel a közutak terheltségét és szennyezettségét. A pécsi üzletigazgatóság árufuvarozási teljesítménye ebben az évben kedvezően alakult. Eddig több mint 320 ezer tonnával fuvaroztak többet a tervezetnél. Ha a forgalmakat külön-külön vesszük vizsgálat alá, meg kell állapítani, hogy a belföldi forgalomban az árufuvarozási teljesítményünket a tervhez viszonyítva nem teljesítettük. Mintegy 60 ezer tonnával fuvaroztunk kevesebbet a tervezetnél. Úgy érezzük, hogy fő tevékenységünket ennek a forgalomnak a visszaszerzésére kell irányítani. Az osztályvezető véleménye szerint érthetetlen, hogy számos nagyvállalat a MÁV kedvező árai ellenére a közúti szállítást részesíti előnybe. Mi készek vagyunk ezeknek az áruknak a fogadására, vasúti fuvarozására, ajánlatokat is teszünk a partnereinknek. Úgy érezzük, hogy fuvardíjban nem vagyunk drágábbak, mint a közúti fuvarozók, ennek ellenére egyéb kapcsolatok miatt ezeket a forgalmakat, ahogy előzőleg is mondottam, nem sikerült visszaszerezni. Mi továbbra is szinte naponta teszünk a partnereknek ajánlatokat a belföldi szállításoknak a növelésére, legyenek fogadókészek az ajánlatainkra, és akkor a közutak nem lesznek olyan mértékben túlterheltek, mint ahogy tapasztaljuk. Nemrégiben fejezték be az évenkénti szokásos kábítószer ellenőrzést a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. A nyilvántartásban szereplő és a valós készlet közötti eltérést adminisztrációs hiba okozta. Az intézeti gyógyszertárok működését külön rendelet szabályozza. A kábítószernek minősülő gyógyszerek tárolását, adagolásuk mennyiségét a törvény előírásainak megfelelően ellenőrizni kell. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen évente az ezekkel a gyógyszerekkel történő kezelések száma meghaladja a 10 000-et. A mostani vizsgálat tapasztalatai kedvezőek. Rendszeresen használják, ott tulajdonképpen a napi rutin része. Ahol ez a használat nem annyira bevett, tehát máshonnan áthozott beteget kezelnek, ott láthatóan sokkal
ritkább, kevésbé frekventált a felhasználás, és a felelős orvosok, mivel ilyennek is kell lenni egy klinikán, gyakrabban fordulnak hozzánk tanácsért. A tapasztalat az az volt, hogy a kábítószereknek az ilyen jellegű használata miatt, ami lejárt kábítószer, azokat is még az intézet készletében tárolták. Elvétve előfordult, hogy a nyilvántartásban szereplő és a valós készlet nem egyezett meg. Az ellenőrzés során kiderült, hogy az eltérés adminisztrációs hiba következménye. Ezt minden esetben orvosolni lehetett, súlyos hibát, visszaélést egyetlen intézetben sem tapasztaltak. A közvélemény gyakran felháborodik azon, ha a közterületi táblákat rongálnak meg, vagy tüntetnek el ismeretlen tettesek. Egy-egy hiányzó vasúti tábla pedig akár nagyobb tragédiát is okozhat. Miután a színes fém felvásárló kamarai felügyelet alá kerültek, az illetékesek bíznak a változásban. Az egyes kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele és felügyelete 1998. július 1-től került át a kamarákhoz. A 7 tevékenységi csoport közül az egyik a színes fém átvevő helyek regisztrálása. Ez a legproblematikusabb tevékenységek körébe tartozik. A kamara az eddigieknél hatékonyabb fellépést tervez. A regisztrált kereskedő az átvételi elismervényt köteles lesz kiadni. Ezen minden fontos adatot, többek közt a magánszemély adószámát is fel kell majd tüntetni, így nyomon követhető lesz majd a hulladék származása. Korábban is élt ez, csak talán nem figyeltek oda, hogy az adóhatóság felé a felvásárolt, tehát a magánszemélytől is átvett színes fém hulladékotnak a származását bizonyíthatóvá kell tenni, tehát dokumentáltan bizonyítani kell az eredetét. A másik oldalon állnak az érintettek, a színes fém átvevők. Azoknak, akiknek üzletei eddig is tiszták voltak, nincs okuk aggodalomra. Voltak próbálkozások, egy-egy táblával mi megtagadtuk az átvételt, mi ennyit tudtunk tenni, ugyanis véleményünk szerint néhány kiló, legyen az 10 kiló színes fém hulladék, nem jelent akkora forgalmat, mint maga a kár, amit okoznak vele. A kamara a regisztrálást mind szélesebb körre szeretné kiterjeszteni. Kívül maradni semmiképp sem érdemes, mivel ha az ellenőrzés során fény derül az illegális tevékenységre, az bírsággal, illetve a működési engedély bevonásával jár. A Pécsi Tőzsdeklub megnyitásakor azt a célt tűzte maga elé, hogy mind a szakértő, mind a laikus közönség számára közelebb hozza a tőzsde világát. Ennek érdekében heti rendszerességgel előadásokat szerveznek, melyek egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert. A Tőzsdeklub 1997. decemberében nyitotta meg kapuit a szakemberek, brókerek, de természetesen a nagy közönség előtt is. A pénzügyi tanácsadók, adószakemberek meghívásával heti rendszerességgel tartandó előadások több célt szolgálnak. Információk, aktuális piaci helyzetkép a szakembereknek, befektetési tanácsadás, üzletkötés a tőzsdén még gyakorlatlan ügyfeleknek. Az egyre növekvő részvétel további klubrendezvények lehetőségét jelenti. Úgy gondolom, hogy a hallgató közönség is több féle információkkal rendelkezik, vannak teljesen kezdők, és vannak, akik már úgy mond elég régóta befektetők, tehát szét kell szedni az előadásokat is, lesznek profitnak szóló eseti előadások, aktualitásokra szervezve, ilyen például most ez a határidős kereskedésre foglalkozó előadás, a másik pedig majdnem egy ilyen tőzsde ismeretek nyújtás, egy tőzsde tanfolyam alap a kezdőknek, kezdők számára. A távirányítású automodellezés talán a modellező sport csúcsát jelenti. A napokban szép pécsi siker született egy nemzetközi versenyen. A technikai sportágok közé tartozó és egyesek szerint annak krémjét jelentő távirányítású automodellezés talán még nagyobb odafigyelést és pontosságot igényel, mint hasonló modellezési sportág társai. A napokban ebben a sportágban szép pécsi siker született. Ez a Közép-Európa Kupa az 1-10-es és az 1-8-as méretarányú rádióirányítású modellek számára kiírt kupa ez. Európai országokból vesznek rajta részt versenyzők. Én az 1-10-es modellemmel indultam ebbe, ami két fordulóból áll gyakorlatilag, az egyiket Magyarországon Egerbe rendezték meg, a másik fordulóját pedig a cseheknél a Brüni pályán. Gyakorlatilag az egri versenyen harmadik helyezést értem el, ugyanígy a Brünibe is.
A két verseny összesített eredménye alapján pedig az Európa, Közép-Európa kupát sikerült megnyerni. Ez a szerkenty, hogy egy 10-es méretarányú rádióirányítású modell, 2,5 köbcentis motorja van, alkohol alapú üzemanyaggal működik, gyakorlatilag egy olyan 1,8 lóerő a teljesítménye, 100-120 km közötti végsebességet képes elérni. A következő feladat Egerbe az országos bajnokságon történő indulás és jó szereplés, azután pedig Grazba az 1-10-es modellek Európa bajnokságán szeretnénk elindulni augusztus 8-án. A hét legfontosabb eseményeinek összefoglalója a Napló szombaton 18 óra 30 perckor jelentkezik. A művészeti napló, amelyet vasárnap 17 órától láthatnak, az elmúlt napok kulturális eseményeit összegzi. Friss információkkal legközelebb hétfőn 18 óra 40 perctől várja önöket a szerkesztőműsorvezető Józsa Márta. Én munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra! Hétvégére visszatér a nyár. Hazánk időjárását egyre inkább egy magas nyomású légörvény határozza meg. Éjszaka gyengén felhős égbolt várható, a légmozgás mérséklődik. Hajnalra a hőmérséklet 12-14 fokig csökken. Holnap többnyire a napsütés fog dominálni. A délutáni órákban csak kevés gomoly felhő képződik, az élénk nyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 28-30 fok között valószínű. Az ANTS jelentése Pécsváros levegő minőségéről. A felszín közeli ózon koncentrációja a nap folyamán egyenletesen magas, határérték közeli volt. A nitrogén-dioxid szennyezettség a belvárosban az előző napokhoz viszonyítva csökkent.